Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, szeptember 22-én. A mai nap különleges, mert ma van az ősz, északi és napi egyensúly. Ezután az idő után az éjszakák hosszabbak lesznek, a nap pedig rövidebb. Az éjszakák szimbolizálják a mi érzelmeinket, a mi belsőnket, ez lesz fontos a következő hónapokban. Erről az ősz-éj-napi egyensúlyról készítettem egy videót, amiben bővebben erről beszámolok. De mit hoz még a mai nap, Mizós, szeptember 22-én? A mai napon a hold az Anuradha holdházban található. Az indiai asztrológusok azt mondják, ez szerencsét hoz. Valaki, aki elefánton lovagol, Indiában az elefánt a jólétnek és a szerencsének a szimbóluma. Erre szükségünk van, és reméljük, hogy ez a holdház a mai napon számunkra szerencsét hoz. Ez kell, hogy így legyen, mert a mai napon bizonytalanok vagyunk. Ma hat újra egy quincunx aspektus, illetve kettő. A hold egy quincunx aspektusban áll Uránusz bolygóval. Itt változásokról van szó, mint például egy költözködés, vagy egy munkahelyi változás, vagy változások a szerelmi élet területén. De mi bizonytalanok vagyunk, tegyük vagy ne tegyük. Ezt kiváltja nálunk ez a hold Uránusz quincunx kapcsolat. Ezt a quincunx kapcsolatot én egy ingával szoktam elmagyarázni. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, melyik irányba fog kifordulni. A válasz nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy jobbra, az is lehet, hogy balra, előfordulhat, hogy ki sem mozdul. Nincs konkrét válasz. És ha változásokról van szó, nem tudjuk konkrétan, hogy mi lesz, nem tudjuk, tegyük-e vagy sem. A másik quincunx aspektus a mai napon Jupiter bolygó és Vénusz bolygó között van. Ugyanúgy érezzük, nem tudom. Fogalmam sincs. Bizonytalanságot vált ki belőlünk, hölgyeknél, mert a Vénusz bolygó ránk vonatkozik. Jupiter bolygó hozná a lehetőségeket, még a szerencsét is, de ha mi hölgyek ebben nem bízunk, és vannak félelmeink is, akkor mit vált ki ez, vagy hogyan viselkedünk? Kérdéseket teszünk fel a párunknál, a lelki társunknál. De ez lehet egy baráti kapcsolat is. És a férfiak hogy reagálnak? Sehogy, nem válaszolnak. Az is előfordulhat, hogy dühösek lesznek. Ezt kiváltja egy Merkur-Szaturnusz kvadrát aspektus. Most nincs arra lehetőség, hogy mi nyugodtan valamit megbeszéljünk, vagy tisztázzunk, nincs eredmény. Azon kívül egy visszatekintő Mars bolygó kapcsolatban áll egy visszatekintő Szaturnusz bolygóval, szintén egy kvadrát aspektus, megint mutatja a nehézségeket. Miért? Mert mi, hölgyek, kíváncsiak vagyunk.
kérdéseket szeretnénk feltenni. Miért? Mert mi bizonytalanok vagyunk. A férfiak meg nem hallgatják ezt meg. Erről hallani sem akarnak. Meg sem fogják válaszolni. Vagy ha igen, akkor dühöt vált ki belőlük, és ez nézett eltérésekhez vezet. Most nem az a fontos, hogy ezt mi vele megbeszéljük, mert a mai napon lehetetlen, hanem az a fontos, hogy bízzunk benne, hogy a következő napokban, hetekben minden rendeződik, és legyünk kicsit türelmesek. Amit még ez a kvadrát aspektus jelenthet. Merkur szimbolizálja a gyermekeket és az ifjúságot. Szaturnusz bolygó az idős embereket. Nincs meg ez a harmonikus kapcsolat. Az is lehet, hogy a koronavírus miatt nincs látogatás, nincs ez a közelség, és ez mutatja ezeket a nehézségeket. A másik kvadrát aspektus az Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között volt. Mars bolygó az utal a férfiakra, ők érzik ezt a belső feszültséget, néha talán tehetetlenek az ő helyzetükben, vagy ami a gazdasági, politikai viszonyokat illeti, ami jelenleg fontos, talán erről elgondolkozhatnánk ezen a napon, az ősz éjszaka nappal, egyensúly napján, hogy ez a belső harmónia meglegyen. És nem kell magunkat most kifele bebizonyítani, hanem érezzük ezt a belső erőt, ezt a belső nyugalmat, és bízzunk a párkapcsolatban, ebben a szerelemben, abban is, hogy a következő napokban, hetekben javulni fog a helyzet. És ez volt a felvételem, Mizó is, szeptember 22-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!